november 25-én azt a koncertet a Kocsi Zoli emlékének fogom ajánlani. Egész meglepő, hogy pont most kell elérnem a pályafutásomnak arra a pontjára, amikor életemben először dirigálok olyan műsort, amiben nincs szigorúan vett kortárs zene. És én ezt tudatosan csináltam, és most már megint csak az égiek a megmondhatója, hogy egy évvel ezelőtt miért találtam ki ezt a koncertet, miért pont most értem ide a pályafutásomban, amiről egyébként mindig is azt mondtam, hogy ahhoz, hogy az ember nagy klasszikusokat dirigáljon, azt meg kell érdemelni, az nem úgy van, csak úgy odaáll az ember. És most kerülök ebbe a helyzetbe, végül is minden hangom az Zolié lesz a következő hetekbe, hónapokba és évekbe. Mert ő nekem egy olyan hatás volt az életemben, és azt kell mondom, hogy olyan módon vezetett egy életen keresztül, és fog is vezetni ezután is, ami elmondhatatlan, és szóval nem lesz. Az, hogy belenézek egy kottába most pár nappal ezelőtt is, és látok egy érdekes zenei problémát, és pontosan az a gondolat sor elindult bennem, ami mindig, hogy följön, és megkérdezem a Zolit, hogy ebbe az évben megbeszéltük a balkezes zongoraversenyt, ebbe a évben megbeszéltük a Richard Strauss Wind Symphonyt, és most a Ravel Gédor zongoraversennyel kapcsolatban egy nagyon érdekes notációs problémát vettem észre. Szépen elkezdtem magamba beszélni, fölhívom a Zolit, és akkor megkérdezem, hogy Zoli, és eljutottam, hogy 5-6 mondatig, mire rájöttem, hogy ez már nem lehet. És ez azt is jelenti, hogy a zene a mi életünkben arra nagyon alkalmas, hogy elvigyen. Tehát, hogy ezt már nagyon régen tudom, hogy amikor zenével foglalkozunk, akkor nem vagyunk itt. És amikor hazamegyünk a koncerteinkről, akkor a családunk szépen lassan visszatérít a földre, mert egyszerűen nem vagyunk itt. Erre való a zene. És ha el tudunk magunkkal vinni másokat is, hát erről szól a dolog nagyjából. Úgyhogy hát én neki fogom ajánlani a koncertet természetesen, és még egy ráadás szám is lesz, ami kifejezetten neki és ő érte fog szólni.